Történt egyszer réges-régen, kb. 3 nappal ezelőtt, egy katona József nevű ember, akinek a lába tiszta kékes zöldre volt festve temperával, kigondolta, hogy lemegy a strandra magába. Dehogy magába, jutott eszébe a gondolat, lehívja magával a Babi nénit is. A Babi néni, melyik házba lakhatsz? Babi néni, gyere ki! Babi néni, gyere ki! Mondta a kutyának, mert Babi nénit nem találta sehogy se. Babi néni, gyereki, én vagyok a Józsi, az a katona. Nem ebben a utcában lakik a Babi néni. Pedig én úgy emlékeztem, hogy a Golyvas Irén utca 34-es számban lakik. De lehet, hogy a Mocskos Ferenc 33-ba? Nem lehet, itt kell lakni a Babi néninek. Berúgom kővel az ablakát, jó igényesen. Hát inkább mégiscsak becsöngetnék, hát ha itt hol van a öreg. Csókolom, Babi néni, én vagyok a Józsi. Szávasz Józsikám, mi út van? Megyek a strandra én, Babi néni. Nem jön velem a Babi néni? Hát nem tudom, lemenjek a strandra venni. Hát, hát egy kicsit. Akkor lemeltünk, fiam, hogyha előtte megfőzünk egy jó kis bauxit főzeléket. Gyere segítség nekem, kérlek, alassan. Még mindig itt lakik Babi néni. Kérdezte József Babi nénit. Hát hogy ne laknák már mégis itt? Hát akkor különben magája macska. Ha kiívónák, mondta a macska. Babi néni, itt a bauxit, önmagának csináltam. De szép bauxit, honnan van? Nem kérdezősködni, megfőzni, mondta József a katona. Azonnal hozzon Babi néni egy köcsögöt, és kiválasztom én akkor melyikben lesz az megfőz, a gyönyörűségesen, okosan. Babi néni az összes köcsögét elhozta mindenhonnan. Abba főzöm meg, mondta a katona, és kiöntötte a lelkét Babi néninek, aki elközben háttal tangoharmonikázott egy kicsit. Ekközben a katona fogta jól, és fölrakta a vizet, és elkezdte kavargatni benne mindenséget. A macskának annyira tetszett ez, hogy megnyalta mind a 10 ujját a Babi néninek. Na milyen, kérdezte a Babi néni? Hát lehetne egyen jobb, de nem kegyetlenül, kurva, rossz, hanem aránylag szar, viszont még kéne bele egy pár dolog, mondta a katona. Hozok én, mondta a Babi néni. Nézd csak, itt van egy kis kálisó. Jó, megkeverem azzal együtt, aztán akkor lehet, hogy az íze fog javulni tőle talán. Igen, mondta a macska, igen, mondta a Babi néni is. Te Babi néni, megvannak még magának a régi kazettájai? Mi? Tudja, amelyeket mindig néztük gyerekkoromban, amelyeket rajta vannak azok a verekső törpék, tudja? Na milyen, egyen jobb, háromban. Na hát ez még mindig bitang pusztulatosan fostos, de jó lesz az mindjárt, csak hozzon bele kolbászokat, ne kerázzon anyám. Nincsen nekem kolbászom, de várjál, hozok, mondta Babi néni szemérmetesen. Na figyelj te macska, mutasd a kezed, hagyd verek rá. Jaj, Babi néni, cső. Cső, mindjárt jövök. És közben a katona ragyogóan bele oktojálta a köcsökbe a két kolbászokat. Gondolta, megkóstolja most már imént. Hát, ha már jó, hát az íze még eléggé kegyetlenül ergya, de hát Babi néni, hogyha még hozna bele két dolgot, akkor nem várné vagyon félig. És Babi néni kiindult a kertbe a libák közül, akik éppen punkzenét hallgattak és pogóztak a kertbe. Ekközben Babi néni horribilis indokolatlan mennyiségű zöldséggel betelmített. Váááááá, te sok zöldsége, itt van! És propeller gyorsasággal elkezdtél vonulni a zöldséget, ám betenni gyorsaságba. Te Babi néni, mikor megyünk lassan, a tessék mondani, mikor? Ma. És átjutotta a kanalat a Babi néninek, hogy kóstolja ki, hogy milyen. Első hordozó feje Babi néni beleszagolta a izébe, sörcsölgette az egyetlen egy fogával, kicsárázta az utolsó cseppig a Babi néni a kanálból az izékat, az jó van. Te Babi néni, mikor megyünk már a strandra? A kutya úristen itt már neki, megint ugratsz engemet? Babi néni, várjál fiam, várjál. Hozok bele még oltott meszet. Belerakok azt attól, jó megdögött, de gyönyörű főzelék. Ilyen gyönyörű főzeléket nem is lehet látni csak a mesébe, mondta Babi néni. Együnk már, hogy Babi néni mit hízész, már bezár a strandra, fene vigyen már el. Babi néni, gyorsan egyél, mert nagyon-nagyon ne vagyunk késve a strandról. Hát már régen bezárt, fiam, most már teljesen mindegy, már ráérünk. Én szépen elrakcsálom itt ezt a kis cserkész kolbászt, az jóság van. Mondta igényesen, szentimentálisan Babi néni, akinek az ujja egy ropi volt.
Na figyelj, Babi néni, amiért ön miatt, maga miatt nem mentünk le miatt a strandra, azért adjon ide inkább pénzt, és akkor én lemegyek egyedül holnap, és magam meg itthon marad a fenébe, és azt csinál, amit akarsz. De aztán kisjem, nehogy izére költsed, szexújságokra, mert elveredtek a szomszéd Sanyi bácsival gyönyörűségesen, mondta véletlenül Babi néni, és kivette a levesből a krumplit, és elrakta a fiókba, jó lesz ez még jobb napokra. Csokolom, Babi néni, köszönöm, hogy nem mentünk le a strandra, hogy rohadjon meg, szervusz, fiam, szervusz. Ez a mocskos Babi néni. Valamit, mint hogyha ott felejtettem volna Babi néninél. Van hiányérzetem van, mondta a katona. Ott maradtak volna a videókazetták Babi néninél. Azaz. Visszamegyek érte? Arra visszamegyek. Csak otthon lesz a Babi néni. Remélem otthon lesz. Csokolom, Babi néni, itt hagytam a kazettákat. Hát milyen kazettákat, kérdezte Babi néni. Hát azon, amelyiken a borzasztó pornófilmek vannak rajta, a Babi néni, tetszik melyiket tudni az NDK-sokat, amiket még a Sanyi bácsi hozott a izébi, tudja, kint a izébi könyvét.